Két év kimaradás után ismét együtt ünnepelt a pancsovai magyarság a helyi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben. Az ünnepi megemlékezés műsorában a házigazdák mellett részt vettek a Hertelendi falvi, Tamás Járon Székely Magyar Művelődési Egyesület és a Kevevárai Keve Magyar Művelődési Egyesület műkedvelői is. Kicsi korunk óta együtt járunk, tehát készülődünk el arra a márciusi megemlékezésre, úgyhogy erős, én szerintem ez nagy nap, és nekem erős szép volt, hogy mód itt lehettem. Pancsován az első közös márciusi megemlékezés szervezője és megálmodója Balassa Julianna volt, aki most is a közönségből nézte végig az ünnepi műsort. Nagyon szívesen emlékszem vissza azokra a kezdetekre. 96-ból, szintén háborús időkben, nehéz körülmények között, és akkor is nagy öröm volt összehozni a társaságot. A közös kórusban több mint 30-an énekelték a Kossuth nótákat, forradalmi dalokat. Nálunk hagyomány, hogy minden második évben párhuzamosan egyszer a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületen Pancsován, másik évben meg a Hertelendi falvi Tamás Járon Székely Magyar Művelődési Egyesületben tartjuk meg ezt az ünnepet, és büszkék vagyunk rá. Kovács Elvira, a VMS köztársasági parlamenti képviselőjelöltje az eseményen kiemelte, látható volt, hogy az összefogás, a közös gondolkodás milyen eredményeket mutat fel. Szerintem mindenkinek, aki csak teheti, le kell jönnie a déli végekre, és megélni azokat a pillanatokat, amiket én így hivatalosan is meg szeretnék köszönni. Tehát hihetetlen a lendület, a lelkület, a tenni akarás, azt, hogy például ma este itt a három különböző egyesület kórusait közösen hallhattuk, és hogy hogy énekelték a Kossuth nótáktól kezdve a Székely himnuszig. A műsor végén a vendégek és a házigazdák kötetlen társalgással folytatták a találkozót.